Sziasztok srácok, itt Zombie köszöntök mindenkit egy újabb videóban. Az a hogy tudom, hogy nagyon rég volt videó ezen a csatornán, valamint nem igazán akartam erről az egész koronavírusos dologról videót készíteni, viszont tegnap streameltem a Facebookon ezt a nevezetű játékot, ami egy ilyen vírusos játék, amiben meg kell fertőzni tulajdonképpen az egész világot, és el kell pusztítani. Most az a helyzet, hogy ezt streameltem, ezt játszottam, és a cseten az emberek olyan badarságokat, olyan hülyeségeket hordtak össze, amit válték, állítottak, hogy úgy voltak, mert valahol olvasták, és hogy az biztos fix információ, hogy mert Magyarországon is több koronavírusos beteg van, meg már Európában is itt van, több százan, több ezren meghaltak már benne, és egyszerűen nagyon durva volt olvasni olyan dolgokat, hogy az emberek nem azt mondom, hogy hülyék, de hülyeségeket mondanak, mert valahol olvasták, és egyszerűen elhiszik őket. És ezért készítem ezt a videót, hogy beszéljünk egy kicsit a koronavírusos kamu hírekről, álhírekről, ugyanis nagyon sok helyen megjelentek ezek sajnos. És az emberek nagyon hiszékenyek, és inkább félnek, és inkább, inkább elhiszik ezeket a dolgokat, és konkrétan az összes maszk az országban, elvileg a gyógyszertarákban, és mindenhol elfogyott, és óriási hiány van, miközben még a vírus megjelent az országban egyébként, és folyamatosan kapunk egyébként híreket, hogy melyik országban hol mennyi beteg található, viszont hát győződjünk meg arra, hogy megbízható forrásból tájékozódunk, és ne higgyünk el mindent, amit az interneten olvasunk. Általában a tévében azért igazat szoktak mondani, de azért hallottunk ott is már egy-két érdekes dolgot tulajdonképpen, de a lényeg az, hogy ilyen random hírportálokról, vagy random ismerőségeink megosztanak valami hülyeséget, vagy csak valaki random kirolt a Facebookot, a Twitterre, bárhova ne higgyétek el, kérlek, az nem feltétlenül igaz. Egyébként nekem erre a fekete maszkra egyáltalán nincsen szükségem, csak úgy gondoltam, hogy a videó én felveszem, ugyanis ez az egyik olyan módszer, amivel elvileg lehet könnyedén védekezni a koronavírus ellen, vannak még egyéb módszerek is. Hagyok egy linket a leírásba, hogyha valakit az érdekelne esetleg, hogy hogyan tud védekezni a koronavírus ellen, ami egyébként még nem jelent meg az országban, és egyáltalán nem kell félnetek, és egyáltalán nem muszáj ilyen maszkokat vásárolnotok, viszont nyilván én is azt mondom, hogy jobb félni, mint megijedni, legyetek felkészülve, de egyáltalán nincsen még világjárvány, egyáltalán nincsen még óriási gáz csak kínálnak azon régióiba, ahol ez a vírus elterjedt, a Wuhan környékén is, azt hiszem, egy másik régióban. De azért nyilván jobb félni, mint megérni, Hagyok egy linket a leírásban, hogyha valakit érdekel, hogy hogyan tudtok majd esetleg védekezni ellene, ha már itt is igazi probléma lesz az országban. Na de beszéljünk is a komuhírekről. Az első komuhír, amiről már többen is hallhattatok szerintem, az az lenne, hogy valamilyen kormány, vagy valamilyen cég, vagy valakik ezt a koronavírus szándékosan eresztették el, és hogy ezzel szeretnék az emberiségnek egy bizonyos részét kiirtani, hogy a túlnépesedés is ellen így vérekezzenek, vagy I don't know why, de a lényeg az, hogy valaki ezt szándékosan eresztette el. Nos, az a helyzet, hogy én ezeket egyrészt általában nem szoktam elhinni, viszont láttam egy videót, egy tájföldön élő bácsi készítette el, egy magyar bácsi, valamint azt hiszem a rádióban is beszéltek róla, nem tudom, hogy pontosan róla vagy valaki más, hogy nem ez a négy, hanem az a lényeg, hogy ő arról beszélt, hogy milyen összeesküvés elmélet lehet ez az egész dolog háta mögött, és nem csak így a levegőbe dobta, hogy Úristen, meg akarnak minket ölni szándékosan, így hanem tényleg érsz érvekkel állt elő, és egy csomó érdekes információ mondott. Nyilván ez nem feltétlenül van így, lehet, hogy ez csak sok véletlen összeesés, viszont azt gondolom, hogy a videóban érdekes dolgokat mondott, szóval az i betűre kattintva meg tudjátok nézni ezt a videót, ha érdekel titeket. De olyan dolgokról is lehetett olvasni például, hogy a koronavírus Kína lakosságának elpusztítása miatt készült, és ugyancsak ezzel akarják megroppantani az Ázsia ország teljes gazdaságát is. Hát azért ez elég merész kijelentés, azt kell, hogy mondjam. Amúgy a kamuhírekben több mondat is nagybetűvel van írva, általában jellemzően helyesírási hibák is szerepelnek benne. Természetesen egyetlen szavahihető külföldi forrása nincs, mindig csak a szakértőkre hivatkoznak, és a hír vége felé még általában ilyen félelemkeltés is szokott lenni. Például az, hogy a kínai holmikon keresztül is terjedt a vírus, ne rendeljünk Kínából, ne rendeljünk Vissről, aliexpress hasonló helyekről. Nos, több szakértőt is megkérdeztek, és ezek el semmi féle probléma nincsen, a vírus teljesen másképpen tud terjedni. Nyilván azzal nincsen baj, hogyha megérkezik egy csomag Kínából, lefertőtlenítjük, lemossuk a dobozt, kidobjuk egyből, esetleg a terméket is lefertőtlenítjük, abból baj nem lehet, de, de egyáltalán nem kell attól félni, és nyugodtan lehet visőr meg különböző kínai helyekről rendelni az interneten. És ezekkel a komédiákkal még az a nagy probléma van, hogy egy csomó ember elhiszi és megosztja Facebookon és különböző helyeken, és így terjednek tovább ezek a kamu Valamint gondolom, sokatokban el a kérdés, hogy mi az Istenért csinál valaki kamu hírt, hogy megtévesztene egy csomó embert és félemet keltsen, és, és, teljesen átverje őket. Nos, nagyon egyszerű a válasz. Pénzért. Pénzért méghozzá, ha rákattintunk egy ilyen linkre, megnyílik a saját weboldaluk, ami tele van a reklámmal, és ez nekik természetesen pénz, rákattintasz, újabb pénz, megossza, újabb pénz, hülyeségeket beszél, még többen kattintanak, még több pénz, Szóval már értetek a motivációt, és sajnos, sajnos egy nagyon szörnyű világban élünk, ahol valakik ebből próbálnak megélni. Az a durva, hogy egy bizonyos keresztény Facebook csoportban olyan dolgok is terjednek, hogy a hívők nem fertőződtetnek meg, és egy ilyen csodálatos képet is osztanak meg a csoportban, hogy aki Jézusban, arra nem hat a koronavírus. Le van az életedben 2000 évvel ezelőtt Jézus vére által. Nos, én nekem semmi bajom a vallásos emberekkel, de ekkora hülyeséget még életemben nem hallottam, úgyhogy inkább normálisan védekezzetek és ne higgyetek az ilyen hülyeségeknek. A, az egészségügyi világszervezet által tanácsolt módszereket megtaláljátok, mint már említettem a leírásban. Úgy védekezzetek, és ne úgy, ahogy ebben a Facebook csoportban javasolják. És az a durva, hogy ezt a képet, amit láttattatok itt oldalt, ezt valaki el is hiszi, például valaki oda kommentált, hogy ámen, én pont ugyanezt mondtam reggel a gyerekemnek, Jézus vér által áldottak vagyunk, és az ő drága vére fedez bennünket. Nos, ez mind szép, és én örülök, hogy hiszel ilyen dolgokban, és, és remélem, hogy ezzel boldog vagy, viszont nem ez az igazság sajnos, nem vagy megvédve ettől, nem kell félned, ha Magyarországon laksz, nem ezt mondom, de azért kérlek szépen, ez már szerintem egy kicsit sok, viszont azért ilyen dolgokat nem tartalmaz szerintem egyik vallás, hogy azt mondja, hogy megvéd a vírusoktól, és, és, és hogy nem tudom, bármi hasonlóféle dolog kelek, ne legyetek buták és ne hegyetek el mindent. Ezen felül megjelentek például már Ukrajnában a kamu védőoltást áruló internetes csalók, akik ebből szeretnének pénzt húzni, hogy az embereknek tulajdonképpen kamu ellenszert adjanak el, és hát ugye még meg sincs feltőzve nagyon sok mindenki Európában, meg Ukrajnában például, de már ellenszert árulnak. Mondjuk lehet, hogy vannak olyan emberek, akik előre is vesznek, hogy nehogy megfertőzőnyek és legyen valami e, védőoltásuk ellene. És az a durva, hogy ráadásul ezek 100 dollárja jelölják őket, szóval kb. 30 ezer forintért árulnak ilyen e, hamis eredetű kamu ellenszereket, amit lehet, hogy egy pár ember, aki bedől a dolognak, és annyira fél, hogy inkább vesz egy ellenszert, vagy, vagy valami, akkor ez nagyon-nagyon komoly átverés lehet. Akár ugyanis, hát nyilván semmit nem ér az az ellenszer, ugyanis nem létezik még jelenleg ellenszer a vírus ellen, és azért mondom, hogy jelenleg, ugyanis nagyon sokan dolgoznak már ezen, hogy elkészüljön ez az ellenszer, viszont nem ilyen, nem ilyen random ukrajna jó oldalakon keresétek majd ezt, hanem szerintem a világon kb. az összes nagyobb és hitelesebb hírport ezeket le fogja hozni. Szóval ne ilyen Facebook hirdetésben, meg ilyen, ilyen dolgok helyeken, néljetek kérlek szépen semminek és senkinek és kínai szerint például különféle oltóanyagokkal kísérleteznek, de kereskedelmi forgalomban elérhető változat egyikből sem létezik. Még igen, és a kamu termékekben készült leírásban azt szerepel, hogy a készítményt izraeli szakemberek állították elő, és ráadásul a hirdetéseket, és ezeket általában hirdetésekben nyomják be mindenhova. Tehát ilyen pánikeltem mondatok, hogy például, hogy a szörnyű vírus már elérte a hazánkat is, és a netezők ezáltal Megfélemlítik, teljesen megtévesztik ezeket, és átrejtjük őket a vásárlás, a saját uh, kamu oltóanyagoknak a megvásárlására. Hát igen, elég, elég érdekes elég világban élünk, azt kell, hogy mondjam, nagyon szörnyű, hogy ilyen dolgok történnek már. Hogy az emberek jó iszoműségével és félelmével próbálnak valakik pénzt keresni. És ne felejtsétek el, srácok, lányok, hogy Magyarországon továbbra sincs tudomásunk koronavírusos betegről, tehát például volt itt egy ilyen gyönyörű cikk, nem tudom melyik hírportál, hát ugye, talán nevezhető hírportálnak hozta le, ezt figyeljétek. Most már hivatalosan is bejelentette a Nemzeti Népügyészségi Minisztérium, hogy ma hajnalban hét koronavírusra fertőzött kínai állampolgárt és három magyar állampolgárt szállított a kórházba és helyezték azonnal karanténbe Budapesten. A 10 súlyosan fertőzött szeméből an egy órán keresztül az életüket vesztették. Um. Ez nem cián, hogy egy órán belül belehalsz egyébként, na mindegy. További 37 gyanús szemét helyeztek karantén alá az éjszaka folyamán. Több szemtanú szerint a keleti pályaudvaron a kapott és összeesült egy kínai férfi, aki a helyszínen az életét vesztette. Bizonyíték? Több szemtanú szerint most én is kirakhatom az internetre, meg posztoltok arról, hogy mit tudom én, egy, egy meteorit becsapódott a földbe, itt a kertembe, és, és, akármit mondhatok róla, de ha nincs bizonyíték, és nem is tudom, hogy nincs is ideér, vagy milyen oldalon hozták le ezt a hülyeséget, egyszerűen valaki megosztott egy screenshotot, ha jól látom. Emberek, ne! Ne csináljátok ezt, ne osztatok meg hülyeségeket, mert még több embert meg tudtok téveszteni és ne higgyetek már ilyen dolgokat, tehát hogy csak a hivatalos tájékoztatásnak érdemes hinni, például Magyarország kormány is próbál felépni a kamuhírek ellen, ugyanis hát ezek nem tesznek jót senkinek őszintén. Egyébként még azt is érdemes tudni, hogy a kéthetes lapangás ideje van ennek a vírusnak. Tehát ezek az egybeli halálozások és stb. ez alapjáraton kamu. Viszont ami, ami nagyon veszélyes a vírussal kapcsolatban, ugye, hogy tehát a Kínából ismert számok, hogy hány megfertőzött van, ezek azért adnak okot pánikra, ugyanis kéthetes lapangás idő van, tehát valószínűleg még egy csomó ember beteg, akiről egyelőre még nem tudunk, és nem is tudjuk bebizonyítani, hogy beteg. Szóval ezért nehéz ellen a vírus ellen harc, meg ez a kétetes lappangás idő is csak egy tip konkrétan, tehát még azt tudjuk pontosan, hogy mennyi az igazi lappangási idő, tehát hogy nagyon-nagyon sok találgatás van ezzel a vírussal kapcsolatban, ezért is olyan nehéz megállítani és felismerni. Ezen felül beszéljünk még arról a magyar pilótáról, ahol tegnap a live is eszméletően sokan beszéltek, de kijelentették, hogy nem koronavírusos a pilóta, és nem is lesz világjárvány nagy valószínűleg, bár ez a világjárvány is dolgot ezt napról napra igazából változnak hírek ezzel a kapcsolatban, de remélhetőleg nem lesz ilyen, de a lényeg az, hogy nem koronavírusos a pilóta, konkrétan ugye most van az influenza szezon is, tehát a láz az elég sok embernél megfigyelhető, ha gyenge az immunrendszere, és ez nem feltétlenül a koronavírus miatt van. Tehát, hogy az influenza is járja a világot, az influenza is szedi az áldozatait, szerencsére általában csak láz formájában, és attól, hogy valaki lázas, az még nem jelenti azt, hogy koronavírusos srácok, lányok. Tehát jó, nyilván jobb félni, mint megijedni, de akkor is a láz nem egyenlő koronavírussal. Valamint nem lehet mindenkit koronavírusosnak tekinteni, aki Kínából érkezik, ez is nagyon fontos a pilóta jól van, esetében fel sem merült az, hogy koronavírus által lenne fertőzött, és a, viszont a pontos diagnózis eredménye 24 órán belül érkezik meg, tehát hogy ez nem egy ilyen olyan teszt, amit elvégzünk, és látjuk, hogy úristen, baj van. Szóval ez is igazából egy probléma, hogy az alatt a 24 óra alatt elég sok minden történt egy emberrel, szóval érdemes nagyon odafigyelni, nagyon sokszor kezdett mosni, feltöltöni egy csomó helyen, nem olyan helyekre menni, ahol nagyon sok ember van, koncerteket, meg ilyeneket ki kéne hagyni, ami mondjuk, hát bulikat, stb., ami mondjuk a fiataloknak, hát nem egy közkedvelt dolog lesz szerintem, viszont Magyarországon még nem kell annyira félni, mint mondjuk Kínában, vagy Európában, egy mint mondjuk, tehát nem kell annyira félni itthon még, meg Európában, mint mondjuk Kínában és Ázsiában, viszont itt még szinte teljesen kontrolláltan van a helyzet, és alig egy-egy egyedről beszélünk, illetve egy-egy betegről, akik fertőzöttek. Szóval srácok, lányok, egyelőre még nyugodjon le mindenki, még nincsen akkora nagy baj, mint ahogy ezt az emberek ö, mondják itt. Természetesen elég nagy a probléma, és nem véletlenül van szó ennyire erről a vírusról mindenhol, viszont ö, mindenki nyugodjon meg, remélhetőleg minden rendben lesz, az emberek, a tudósok, a gyógyszerészek már dolgoznak azon, hogy megoldják a problémát, viszont kérjük azt, hogy mennyi idő lesz, és mennyi áldozatot fog szedni. Óriási média figyelmet kapott egyébként ez az egész ö, koronavírus, sokkal többet, mint általában szokott bármi is lenni, úgyhogy ez így nagyon érdekes, szerintem. Tehát, hogy uh, meg van ez a Netflixes sorozat is, ami pont most el meg egy világjárványról szól, nem láttam, még nem tudom, hogy van és mit van ez a dolog. Viszont vannak itt véletlen, sok véletlen összeesés is egyébként. Szóval uh, nem tudom, nem hiszem, hogy uh, összeesküvés elmélet közül bármelyik is igaz lenne, de azért érdemes elgondolkozni. Ezeken is viszont nem szabad elhinni őket, mert nyilván ezeknek csak, csak ilyen feltételezéseik vannak, és nem fix dolgok, semmit nem tudunk. Elég durva lenne, ha valamilyen kiderülne a 21. században, hogy valami. valami Csoport, vagy valami cég, vagy valaki embernek a, a hatására indították el szándékosan ezt a vírus. Viszont ilyenekről inkább ne is beszéljünk. Uh, ennyi lesz volna ez a videó, srácok, nagyjából. Tehát ennyi kamuíról szeretném volna beszélni. És a videónak a legnagyobb lényeg az, hogy ne dőljetek be bárminek, amit az interneten olvastok. Én Zsombi voltam, köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót. Tehát tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornámra. Ígérem, most már gyakrabban lesz videó, igyekszem összeszedni magamat, nem sokára érkezem egy vloggal is nektek, amit még hát egy hónapja meg kellett volna vágnom, de, de mindegy, találkozunk legközelebb is. Én Zsombi voltam. Sziasztok!